A vádlott 1994 óta állt a MÁV ZRT alkalmazásában forgalmi szolgálattevőként. Feladatai közé tartozott a közlekedő vonatok forgalmának lebonyolítása, szabályozása, valamint a vasúti jelzőberendezések kezelése. 2022. december 25-én egyedüli alkalmazottként látott el szolgálatot a Felsőrajki vasútállomáson, ahol a délutáni munkakezdése után elfogyasztotta magával hozott 1 liter vodkát. Az italtól kora este már szolgálat teljesítésre és cselekvésre képtelen állapotba került, emiatt nem adott szabadjelzést 2 település között menetrend szerint közlekedő vonatnak, ezért azok a szomszédos állomásokon kényszerültek várakozni. A férfit a vonaton és a közeli állomáson szolgálatban lévő kollégái megpróbálták telefonon elérni, de mivel nem jártak sikerrel, értesítették a rendőrséget. A vasútállomás irodájában alvó, erősen ittas vádlottat a kiérkező járőrök ébresztették fel. Televíziónk az eset kapcsán felkeresett egy házi orvost, akit megkérdeztünk az alkohol szervezetre és munkavégzésre gyakorolt hatásairól. Az alkoholfogyasztás hatása nagy mértékben függ azért életkoron, milyen nemhez tartozik, milyen testsúlyú, és hát mennyire épek a szervei, mennyire fogyaszt rendszeresen alkoholt, mert hogy a rendszeresen alkoholfogyasztóknál a májnak az alkoholt lebontó enzimei, azok aktiválódnak és gyorsabban lebontják a bekerült alkoholt, míg egy abszolút italt nem fogyasztó embernél már kis mennyiségű alkohol is nagyon gyorsan felszívódik, nagyon lassan bomlik le és súlyos tüneteket okozhat. Egy nagy mennyiségű alkohol fogyasztása, tehát ahogy hallottam egy esetet, hogy 1 liter alkoholt fogyasztott, és hát ilyen 3,000+ volt a véralkohol szintje. Hát úgy tudom elképzelni, hogy ez egy nagyon gyakorlott ivó ember lehetett, és hát ezt az alkoholt az sem mindegy, hogy milyen időszak alatt fogyasztotta el, mert ugye nyilván ha fél nap alatt itta meg, akkor ennek van egy lassabb periódusa, amíg lebomlik. Ha rövid idő alatt itta meg, akkor hát ez akár egy halálos végű dolog is lehetett volna, mert 3-4 ezrelék között egyébként már az idegrendszerre való hatása az alkoholnak olyan mértékű, hogy akár egy tompultság, egy kómához közelítő állapot, mozgásoknak a leromlása, egyéb idegrendszeri tünetek előfordulnak. Tehát úgy sok esetben hallottam páciensemtől is, hogy milyen mennyiségű alkoholt fogyasztott el, de ő rendszeres gyakorlott, úgymond ivó volt, nem kis pályás, és hát elképzelhető, hogy egy ilyen 0,5 liter alkohol sem váltott ki nála olyan veszélyes tüneteket, de sok esetben előfordul azért, hogy inkább csak dicsekszenek azzal, hogy ki mennyit ivott, és igazából hát nem is az volt a valódi mennyiség.